Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai napon a gondjainkról szeretnék beszélni. És milyen gyönyörű a magyar nyelv. A gondolat szótöve a gond. Tehát igazából véve el is mondhatjuk rögtön, hogy nincs gond gondolat nélkül, de mondhatjuk azt is, hogy nincsen gondolat gond nélkül. Tehát a gondolatokkal általában a gondokat, a problémákat idézzük fel, illetve úgy is mondhatnánk, hogy úgy teremtünk, hogy eleve gondokat feltételezünk, eleve megelőlegezzük a gondokat. Nyilván mondhatjuk azt, hogy a gondok, a problémák és a félelmek, ezek összefüggésben lévő fogalmak. Tehát a legjellemzőbb, hogy a félelmeinket úgymond a gondolatok által teremtjük, és arra nagyon odafigyelünk, hogy ezek a gondok és ezek a problémák, ezek minél inkább ki legyenek színezve, és hát innentől kezdve aztán a legnagyobb baj az, hogy az agy az hajlamos arra, hogy ezt a színezést, a színezés alatt azt értem, hogy a dolgoknak úgymond a minél részletesebb kibontását alkalmazzuk, tehát lehetőleg úgy színezzük át, hogy az minél ijesztőbb és minél borzasztóbb legyen. Jól látszik a videóimnál is, amelyeket felteszek. Ha valamilyen fajta ilyen tragikus vagy negatív előszelű dolgokról beszélek, amit ugye az asztrológián keresztül kénytelen vagyok megejteni, akkor abban a pillanatban a nézettségem az felugrik. Tehát a problémás dolgokra sokkal inkább odafigyelünk, mint a nem problémás dolgokra. Amikor a 90-es évek elején tanították nekem a neurolingvisztikai programozást, vagy rövidítve az NLP-t, akkor az egyik, máig is emlékszem, az egyik legelső ilyen tanítás volt az, hogy nincsenek problémák, csak megoldások. És persze erre az egyszerű hétköznapi ember lázadozik, de hogy nem, hát akkora meg akkora nagy problémák vannak. Ha egyszer valaki veszi a fáradtságot, akkor rá fog jönni, hogy megoldások vannak. Hogy aztán ezek jól sikerülnek, vagy nem jól sikerülnek, az egy másik kérdés, de nincsenek problémák, csak megoldások. A problémákat és az ahhoz tartozó félelmeket a gondolatokkal gond, tehát ugye olyan gyönyörű, hogy nem elégszünk meg egy gondolattal, mert az koncentrált lenne a gondolat, az egy gondolat. Egy gondolat bánt engemet, mondja a költőnk, ugye? Egy gondolat bánt engem. És hát Petőfi is bemutatja, hogy a fő problémája az a halál, hogy majd ágyban párnák között fog-e meghalni. Tehát ez egy gondolat bántja őt. De hát nyilván nem csak ez az egy gondolat bántja, tehát az embert mindig bántja valamilyen gondolat. És hát ezt kell megszüntetni. Tehát az egészről azért beszélek, hogy ezt kell abba hagyni. Én
nem mondanám azt, hogy ne gondolkodjunk, mert a helyzet az, hogy nyilván, amikor mondjuk megtervezzük a napunkat, megtervezzük a különböző feladatoknak az ellátását, megoldását, ügyintézését, stb. Az gondolat, az is gondolat. Tehát nyilván az emberhez hozzátartozik az, hogy gondolkodik. Csak hogy az a kérdés, hogy gondokat gyárt, vagy a gondolat az semmi más, mint... Tehát olyannak kéne lenni, bocsánat most, hogy itt egy kicsit ilyen idegen szóval hozom, tehát a gondolatnak úgy kellene működni, mint amikor egy zenekar előtt, a zenekar különböző tagjai előtt ott van a partitúra. Tehát megvan szabva, hogy ezt a zeneművet játsszuk, nem kell rajta gondolkodni, hanem do, ré, mi, fa, szol, la, ti, do, vagy mit tudom én, az ABC betűivel. A lényeg, hogy kottákat látunk. Kottákat, amelyeket, ha úgymond hangokra bontunk le, és ezeket a hangokat lefogjuk a gitáron, a hegedűn, a brácsán, stb., akkor vagy megfújjuk a trombitán, vagy a, akkor egyszer csak létrejön egy dallam. Tehát olyan gondolatot engedjünk csak előre nyomulni, amelyek a mindennapi, tehát most el kell mennem vásárolni, tényleg mit is kell vegyek, tejet kell vegyek, kenyeret kell vegyek, mit tudom én, lisztet kell vegyek, stb. Ez is gondolat, tehát azok a tanítók, akik arról beszélnek, hogy üresítsd ki magad, hát azért bocsánatot kérek, tehát azért ne hülyéskedjünk már. Természetesen, amikor valaki meditatív állapotba kerül, akkor üresítse ki magát. De a hétköznapi értelemben, tehát úgy használjuk a gondolatainkat, mint a partitúrát. Tehát mit szeretnék most elvégezni? Hát azt is, az is egy gondolat, hogy kitalálom, hogy mit főzzek. Az is egy gondolat, hogy na, most hogy csináljam? Előbb beágyazzak, vagy előbb reggelizzek? Ezek mind gondolatok. Tehát én azt mondanám, hogy az ügyintézés gondolatai, amelyeket én a partitúrához hasonlítottam, azokat tehát le kell bonyolítani, meg kell locsolnom a növényeket, már jó száraz a földjük, ezek gondolatok, megállapítások. Itt igazából véve, amikor feladatokat látunk el, akkor ezek a gondolatok, hogy is mondjam csak, azért mondtam így, hogy az ügyintézés gondolatai, tehát megoldásokat takaró gondolatok. Ezt így oldom meg, ezt úgy oldom meg, ezt így intézem, ezt így csinálom. Ez nagyon jó, ez nagyon rendben van. Akkor kezdődik a probléma, amikor éppen valami rutin jellegű dolog, mondjuk krumplit hámozok. Ott nem kell annyira odafigyelni arra, hogy most a krumpli héját hogy húzom le, mert ez már benne van a kezünkben, tudjuk, és akkor közben, hát tényleg milyen érdekes volt tegnap a tévéműsorban, amikor mondták, hogy amit abban a pillanatban már szabad tere van a hülyeségeknek. Elnézést, hogy így fogalmazok. Ezek a hülyeségek. Minden, ami arra buzdít minket, hogy elkezdjünk összehasonlítani. Hogy az Ági jobb, mint a Klári. Hogy ez milyen hülyeséget, az meg milyen okos. Ezek a fölösleges gondolatok. Akkor a kedves néző joggal kérdezi meg, jó, de akkor milyen gondolataim legyenek? Hát... legyenek derűs gondolatok. Derűs gondolatok. Milyen szép ez a fa.
milyen gyönyörű ez a nyári hajnal. Milyen csodálatos ez a kis pillangó, hogy itt száldogál virágról virágra. Milyen gyönyörűek a virágaim. Satöbbi, satöbbi. Hozzá kell tegyem, hogy a gyönyörködéshez olyan nagyon gondolatok se kellenek, mert egyszerűen csak az ember belekerül a gyönyörködés állapotába. És akkor túl sok gondolat nem kell, mert a gondolat, ugye itt mindig oda kell figyelni, hogy vagy gondolkodunk, vagy érzünk. Amikor az érzéseinkben vagyunk, akkor kevésbé gondolkodunk, mert akkor nem kell róla gondolkodni, mert akkor azokat érezzük. Ha egy étel finom, akkor az megerőltető elmondani, hogy mitől finom. Mert ahhoz, hogy el tudjam mondani, ahhoz kellenek a gondolatok. Ahhoz, hogy érezzem, hogy finom, ahhoz nem kell gondolat, csak érezni kell. Tehát érdemes a derűvel foglalkozni, a derűs dolgokkal, a szépséges dolgokkal, mindennel, ami feltölt, és legfőképpen a szeretetteljességgel, az elfogadással, a megértéssel, az együttérzéssel, a segítőkészséggel. Amikor megesik a szívünk másokon, ilyen jellegű gondolatok vagy, szeretetteljes gondolatok önmagunkkal kapcsolatban, hogy milyen jó, hogy élek. Köszönöm Istenem, hogy ma is felébredtem, a te gyönyörű világodat szemlélhetem. Természetesen egy idő után rá kell majd arra jönni, hogy én attól vagyok élő, hogy bennem van az Isten. Tehát Isten ereje áthat engem. Isten ereje, ha úgy tetszik, képessé tesz engem arra, hogy ezt vagy azt ezzel a fizikai testtel elvégezzem. Isten ereje ad nekem erőt a feladatok elvégzéséhez. Isten ereje ad nekem erőt ahhoz, hogy felkeljek, hogy végigcsináljak egy napot, hogy megoldjam ezt vagy azt a feladatot. Ezek mind, ez is nagyon fontos gondolat, hogy rádöbbenek arra, hogy nem én nézek, hanem Isten néz általam. Nem én mosolygok a derűs dolgokon, hanem Isten maga a derű, Isten egy fantasztikus humorista, tehát Isten maga a derű, és én csak mosolygok, vagy élvezem azt a fajta vidámságot, ami jelen van az életben. Isten fülév, Isten hall az én fülemmel, Isten lát az én szememmel, Isten az én érzékszerveimen keresztül élvezi a saját világát, ha hagyom, ugye? Ha hagyom, mert állandóan megkeseríthetem az életemet a gondolatokkal, a problémákkal, a problémák folyásával, ugye? Egymás után sorolgathatom. És ezt nekünk magyaroknak nagyon le kell erről szokni, mert nálunk a Hogy vagy című kérdésre tudnak jönni a litániák. Ó, ne is kérdezd, borzalmasan vagyok. És akkor mondjuk a végelláthatatlan problémáinkat, holott valójában, ha jól belegondolunk, mi a mi problémánk? Azért mondtam, amikor az NLP-ben ezt tanultam, nem problémák vannak, hanem megoldások. A problémákat, azokat mi csináljuk. Természetesen a megoldásokat is mi csináljuk, csak ahhoz el kell jutni oda, hogy
nem úgy tekint, tehát kapok egy hivatalos levelet. Hát először is, mit tudom én, mondjuk kapok egy értesítést a postán keresztül. Az első megoldás, hogy elmegyek, és kiváltom a postáról a hivatalos levelemet. Utána elolvasom, ahol közlik, hogy mit tudom én, ez van, vagy az van, vagy amaz van. Hát ügyintézések, meg nem szeretem, ki nem állhatom ezeket. Valószínűleg sokan vagyunk így. Oké. De hát, ha egyszer ez van, akkor most ezzel dolgom van. Az a következő fejlesztő kérdés önmagam felé, hogy ezt most miért kaptam? Mit kell ezen? Hát ugye most például itt van, a nagyon sokan kérdezik, hogy hogy lesz a képzés, és még mindig nincs meg, még mindig billeg ez a kérdés, hogy ott lesz-e a terem, ahol vagy nem ott lesz. Tehát most erre mondhatom, hogy ezek problémák. Nem problémák. Én már a megoldásokon gondolkozom. Még adok egy kis időt, lehetőséget, de valószínűnek tartom, hogy egy-két napon belül el fogom mondani, hogy mihez tartsák magukat a kedves érdeklődők a jövő évi képzést illetően. Tehát nem fogok kétségbe esni. Legfeljebb limitált lesz a létszám. Ha nem tudok nagyobb termet, akkor limitált lesz a létszám. Ennyi. Tehát az a dolog lényege, hogy ne hagyjuk, hogy olyan gondolatok uralják el a figyelmünket, hogy jaj, ez milyen nehéz, hogy ezt én hogy utálom, jaj, hogy én ettől hogy félek, jaj, ebből nekem biztos bajom lesz. Ezt az egészet úgy, ahogy van, ki kell törölni. Meg kell szüntetni. Nekem nagyon nagy erőt ad az, és itt van megint a csodálatos magyar kifejezésünk, a gondviselés. Kiviseli a mi gondunkat? Az Isten. Ő a mi gondviselőnk. Tegyük össze a kezünket, és legfeljebb kérjük meg, ne arra, hogy nyerjek a lottón, ne hülyeségekre kérjük. Istenem, segíts! Istenem, segíts! Istenem, te tudod, hogy mire van szüksége. Lehet, hogy én nem fogok örülni, amit kapok, de hajlandó vagyok elfogadni. Legyen meg a te akaratod. Istenem, segíts! Segíts abban, hogy megoldjam a rám váró feladatokat. Istenem, segíts abban, hogy úgy láthassam a világot, ahogy te látod. Hogy tele legyek örömmel, hogy tele legyek bizalommal, hogy tele legyek bizakodással a jövőt illetően. Istenem, segíts, kérlek. Egy egyszerű fohász, egy egyszerű ima. Istenem, segíts. Isten a mi gondviselőnk. De ez az Isten, tehát hogy mondjam, most ilyenkor sose kozmikus értelemben gondolkozzunk róla, hanem a bennünk lévő isteni önmagunk, az van velünk, ő az, aki sokkal jobban tudja, hogy mire van nekünk szükségünk. Ő is Isten része. Ő Isten része. Mi meg itt a fejünkkel elhatárolódunk. Ez a legnagyobb baj, hogy nem egységben vagyunk, abba vagyunk egyébként, csak a tudomásunk nincs meg róla. Tehát hagyjuk, hogy kiessünk a pixisből. Pedig dehogy esünk ki, sose estünk ki. Első pillanattól kezdve benne vagyunk.
Az egész egy nagy játék, Isten játéka, a világ az Isten játéka. Én benne, és önök kedves nézők, az Isten játékai vagyunk. De ez a játék, ez egy ilyen szent játék, egy csodálatos játék, egy misztérium játék. Természetesen lehet szitkozódni, de hát most a kérdés az, hogy közelebb akarjuk érezni magunkhoz Istent, vagy távolítani akarjuk. Minden utálatos gondolattal, minden bosszúvágyjal, minden negatívummal, minden átkozódással, minden rossz kívánsággal, különösen másnak egyre távolabb kerülünk Isten úgymond szerves jelenlététől. Nem tudunk egyébként a valóságban távolabb kerülni, mert itt van. Csak a tudatunkban kerülünk egyre távolabb. Tehát a teremtésben, ahogy teremtjük az életet, teremtjük a holnapunkat, a tegnapunkból teremtjük a holnapunkat, azzal újból és újból egyre messzebb és messzebb lökhetjük magunkat attól a tudástól, hogy Isten bennünk él. Amikor hétköznapi piszlicsári ügyekkel töltjük tele az agyunkat reggeltől estig, sőt, még éjszaka se alszunk rendesen, hanem azon gondolkozunk, azon, ez is milyen gyönyörű kifejezés, azon törjük a fejünket, tényleg törjük, így törjük a fejünket, ütjük, verjük a hülyeségekkel. Nem kell. Ugye milyen gyönyörű ez a másik kifejezés, azt mondja, törődni valamivel. Törődni valamivel, az foglalkozom vele, de az a lényeg, hogy ne törjek benne össze. Tehát foglalkoznom kell a rám bízott dolgokkal. És a talentumom az azért van, hogy a megoldásokat találjam meg. De ebben nem kell összetörni. Nem kell törődni. Törni, ez a lényeg. Arra nincs szükség. Arra van szükség, hogy higgyek magamban. Ez nagyon fontos, ez a legfontosabb. Ugye most lehet azt mondani, hogy a kicsiny, törékeny emberi valóságomban nem tudok hinni. Igen, de nem is az igen, a kicsiny, törékeny emberi valóságomban, hanem az isteni valóságomban kell hinni. És az isteni valóságom az megadja éppen azt az erőt és tudást, a mindennapi feladatok elvégzéséhez, amire szükségem van. Ugye ez megint a hit és a gondviselésbe vetett feltétlen bizalom. Tudok-e ilyen feltétlen bizalommal élni? Ne gondolkodjak, ne gondokat gyártsak, hanem bizalmat. Ilyen gondolatok legyenek a fejemben. Istenem, te tudod. Annyira érzem, hogy te tudod. Annyira tudom, hogy itt vagy. Annyira érezlek. Annyira jó veled. Annyira szeretlek. Hát egészen más gond. Ha valaki ezen gondolkozik, ha ilyen gondolatok vannak benne, akkor egyszer csak madarat lehetne vele foggatni, bocsánat. És akkor valójában hát eltölt minket a boldogság, a végtelen hála. Akiben a hála uralkodik, abban nincsenek ilyen negatív gondolatok. Nem tud, a hála nem tud együttműködni a negatív gondolatokkal. Ugye ez is egy butaság egyébként, hogy tehát amikor elkezdjük osztályozni a negatív gondolat, meg pozitív gondolat, nem, ez csapda. Ne menjünk ebbe bele, hogy negatív vagy pozitív gondolat. Eleve mi az, hogy negatív, mi az, hogy pozitív? Ki adja meg ennek az értékrendjét? Kitől függ, hogy negatív vagy pozitív? Mitől
milyen alapon osztályozzuk a gondolatainkat? Szeretetre, szépre, derűre, csodára, hitre, fogékony gondolatok, vagy ennek az ellenkezője? Tehát igazából véve Istent átölelem, vagy eltolom magamtól. Így is fogalmazhatok, Isten tudattal létezem, vagy eltolom magamtól ezt a létezési formát, és mindenféle hétköznapi butaságon töröm az agyam. Hogy kezdjünk hozzá az úgynevezett kijavításhoz? Az a baj, hogy ezekkel az úgynevezett gondolatokkal megint csapdákba kerülünk. Semmit nem kell kijavítani. A dolgok rendben folynak. A Föld a nap körül kering, a rendben kering. A többi bolygó is a maga rendes módján kering a nap körül. Az egész naprendszer kering a tejútrendszer egy bizonyos centruma körül. És így tovább, és az egész tejútrendszer a kozmoszban. Tehát a rend uralkodik. Semmit nem kell kijavítani. Ezért fölösleges ilyet mondani, hogy én rossz vagyok. Bűntudatot aztán végképp ne gyártsunk magunknak, az a lehető legrosszabb, amit tehet. Tehát én rossz vagyok. Dehogy, bocsánat, hogy most hirtelen tegező módon, dehogy vagy rossz, drága néző, dehogy vagy rossz. Egy üres edény vagyunk, amiben nem mindegy, hogy mit teszünk bele, napi gondokat, vagy örömet, vidámságot. Na jó, most azt mondom, hogy bánat. Oké. Vegyünk egy ilyet. Meghal az egyik szerettünk, az egyik hozzátartozónk. Természetes, hogy az szomorúsággal jár. Természetes, hogy az bánattal jár. De ezt is nagyon gyorsan át lehet keretezni. Isten magához vette, mert lejárt az ideje. Ha ebben meg tudok nyugodni, attól még én érzelmileg szomorú vagyok, hogy nem ölelgethetem meg a Rózsi nénit, vagy a mit tudom én, Gyuri bácsit. Ettől mégis egy nyugodtabb fázisba fogok kerülni, ha elfogadom, hogy a gondviselés elérkezettnek látta az időt, és Gyuri bácsit magához vette. Valószínűleg így van jól. Ugye ez a valószínűleg, ez még mindig azt jelenti, hogy még mindig nem elég egyértelműen bízunk a gondviselésben. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy valószínűleg, akkor még mindig ott van a kis kekeckedő kis egóm, hogy ezt nem kellett volna. De ha egy folyamatban gondolkodunk, akkor legalább jussunk el ide, hogy valószínűleg. Az már egy fokkal jobb, mint a rögtön teljes ellenállás. A valószínűleg az már egy enyhe beleegyezés. Meg kell ismerni önmagunkat, a gondolatainkat, a stílusunkat, akkor tudunk igazán önnevelést alkalmazni, akkor tudjuk magunkat jobban megérteni, akkor megértjük az egész mögötti, tehát hogy mi zajlik. Nagyon gyakran ugye egy-két dologra felfűzhetőek a stratégiáink. Az, amit csinálunk a mögött, egy-két dolog van, mondjuk az egyik a halálfélelem, a másik a fájdalomtól való félelem, a harmadik a mit tudom én, a megélhetésünktől való, tehát hogy nem lesz megélhetésünk, attól való félelem. Általában a félelmek miatt
jönnek ezek a helyre színesebb és színesebb badarságok. El kellene jutnunk oda, amiről majd egy következő alkalommal szeretnék beszélni, a legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. Mert te vagy mindennek az alfája és omegája. Itt megjelenik egy nagyon fontos másik fogalom, az alázat. Alázat nélkül nem megy. Be kell látnom, hogy én vagyok a kicsi, és ő a nagy. Nincs mese. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Isten áldja önöket. Viszontlátásra.